kávéház vendége hazánk első és egyetlen olyan űrhajósa, aki megjárta a fölöttünk levő végtelent. Neve ott szerepel az egyetemes történelemben, és a mai napig járja a világot, hogy képviselje Magyarországot az űrkutatással kapcsolatos konferenciákon. Farkas Bertalant köszöntöm a stúdióban. Nagy szeretettel üdvözöllek az Újpesti Televízióban. Bevallom őszintén, nem volt egyszerű becserkészni téged, hiszen amit a felkonfban elmondtam, hogy ma is járod a világot, ha nem vagy itthon, akkor külföldön vagy a világ végén. Legutóbb például Kínában voltál. Tehát még egyszer üdvözöllek itt nálunk, Berci. Köszönöm szépen. Mit kerestél Kínában? Régen voltam Kínában. Az igazság az, hogy 1985-ben Párizsban létrehoztuk, megalkottuk a Nemzetközi Űrhajós Szövetséget. Tehát ennek a szövetségnek a tagjai csak repült űrhajósok lehetnek. És akkor 25-en voltunk mindössze, és abban egyeztünk meg, hogy minden évben, ha igényt tartanak, akkor mi összejövünk különböző országokban. Az érdekesség az volt, hogy ugyan Párizsban alakultunk, de a szovjet és az amerikai űrhajósok voltak ebben a nagyon-nagyon fontos személyiségek. Akkor már volt francia űrhajós is, a Jean-Lou repült, és utána minden évben más-más országban voltunk. És ami nagyon érdekes volt, nem tudtuk eldönteni, hogy a második kongresszus hol legyen. Senki nem merte vállalni. És én úgy mentem... Nehéz emberek az űrhajósok? Hát igen, valószínűleg nehéz emberek. Hát azért abban a szituációban, 85-ben ez sok minden másképp volt. És én nem tudom miért, de én úgy mentem ki, hogy beszélgettünk gyakorlatilag idehaza erről az egész szövetség megalakulásáról, és én vettem a bátorságot, és csütörtökön, hétfőn kezdtünk, és csütörtökön, miután nem volt második jelenkező, fölnyújtott a kiskezemet, és mondta, hogy Magyarország vállalja. Hát természetesen óriási taps, üdrivalgás, hogy na, a második már megvan, de még mindig nem volt harmadik helyünk. Aztán 86-ban itt sikerült megrendezni, hát akkor még mindössze 35-en voltunk, amerikaiak, szovjetek, Szaúd-Arábia, hát akik voltak fönt. Akik már voltak fönn, igen. És akkor még feleségek nélkül szerveztük ezeket az összejöveteleket, és végén, ahogy említetted, 3 hete jöttem haza Kínából, és a mostani 27. kongresszust a kínaiak szervezték, rendezték. Ez azért volt nagyon érdekes, mert pont 10 évvel ezelőtt repült az első kínai űrhajós, a Yang Liwei. Az már a saját kínai űrhajóval mentek föl? A saját kínaival mentek, a ugye? A kínaiak a saját űrhajókkal mentek. A többiek mennek, most orosz űrhajó segítsége, amerikaiaknak egyelőre nincsen űreszközük. Hát ami nagyon érdekes, hogy az összes úgymond vállalkozó kedvű űrhajós, legyen az francia, japán, amerikai, orosz, most mindenki csak a Soyuz típusú űrhajóval tud repülni, amikkel annak idején 80-ban. Te Berci, ahogy így mondod, és hála Istenek, nem kell közbevágnom, én amikor a beszélgetésre készültem, mondtam, nekem nagyon könnyű dolgom lesz. Berci elkezd majd beszélni, és akkor én csak néha-néha közbe szólok szemtelenül. Tehát ez azt jelenti, hogy baromi jó kapcsolatotok egymással? Az űrhajósoknak? Hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szakmai és baráti kapcsolat. Uh-huh. Feleségek, családok ismerik egymást, és ez egy nagyon fontos teljesen dolog. Mindegy, hogy melyik náció. Abszolút mindegy. Én azon mosolyogok, hogy amikor az amerikaiaknak megvolt az űrrepülőgépük, és hát nagyon sokat voltam, meg vagyok Amerikában, és mindig kérdezik, hogy mikor akarsz repülni? Mert hát ott az űrrepülőgépen 7 űrhajós foglalhat helyet. Hát mondom, köszönöm szépen, egyelőre a bankkártyámban nincs annyi pénz. Ha kint vagyok Moszkvában, Csillagvárosban, akkor ők akarnak repültetni. Aztán most, hogy amerikai repülőgép nincs, most kint voltam Kínában, hát újból találkoztam, most már mind a 10 kínai űrhajóst ismerem, eddig csak a Yang Liweit ismertem, és akkor azt mondták, hogy maradj egy kicsit nyugodtan, amikor majd mi is nemzetközi űregyüttműködést, űrrepüléseket fogunk végrehajtani, akkor gyere, repülj velünk. Na ez egy nagyon, nagyon ez egy jó nagyon... zicsert adtál nekem, mert amikor te elsőként eddig utolsó magyarként fent voltál, akkor voltál durván 30 éves.
Elsőként és utolsó, ezt még nem hallottam ezt így összefűzni, ezt majd a gondolatot. És most még utolsóként, akkor így, jó? Tehát akkor durván voltál 30 éves. Hát annyi voltam. Annyi voltál. Ebből adódik a kérdés, hogy ha megvan a kondíció, az egészség, akkor mi az az életkor, amikor azt mondják, hogy most már maradj a fenekeden? Hát az amerikai első űrhajós, aki 77 éves korában megismételte az űrrepülést. 77 évesen, hát most már több mint 80 éves. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy én a German Titova második szovjet űrhajós, nekem nagyon-nagyon jó barátom volt. És beszélgettünk, és pontosan kint Moszkvában egy ilyen tévéadás kapcsán a következőt mondta. Ugye ő akar 78 éves lenni, és ő akkor legyőzi az amerikai kollégákat. Ha már a Titovról ejtettél szót, ugye a Gagarin volt az első, legalábbis az annál ezek szerint, az igaz, vagy az csak egy pletyka, hogy amikor a Germánt föllőtték, akkor megkerülte a földet néhányszor, nem tudom, most ugye ennyire nem vagyok én benne, bár benne lehetnék, akkor ő nagyon rosszul volt végig az űrrepülés alatt? Hát ez így nem igaz, ugye? Ez így nem igaz. Hát, persze, ha nem úgy érezte magát, mint ahogy kellett volna, ezt ő soha nem titkolta. Hát abban az időben, mint ahogy most sem tudják az orvosok eldönteni, hogy ki fogja jól érezni magát. Háromféle típus űrhajós létezik. Egyiknek teljesen mindegy, hogy hol van. Lenn a Földön, a súlytalanságban, abszolút teljesen mindegy. Van ilyen, Bikovszki többek között. Elhab neki a súlytalanságban, mintha lent lenne a Földön, és sétálna valahol a Moszkva folyó mentén. A másik űrhajós csapathoz tartozik az a emberke, aki lent a Földön mindent megcsinál, és fönt a súlytalanságba kerül, rosszul érzi magát. Kellemetlen dolog egyébként a súlytalanság. Aztán van ennek a fordítottja, amely teljesen másképp, igen, fordítva. Na te hova tartoztál? Hát én azt hiszem, hogy én azért nekem nem volt semmi problémám. Valószínű azért, mert nagyon sokat úgymond edzettem lent. Orvosok azt mondják, nyilván ebben van genetikai, aztán nagyon sokat sportoltunk annak idején, középiskolában, mint vadászpilóta szintén nagyon sokat kellett sportolni, hát fizikai állóképesség nagyon fontos, és én valóban nagyon örültem annak. Tudni, itt 8 napot voltam fönt a világban, a 8 nap alatt nem tudsz adaptálódni a súlytalansághoz, akkor minden kísérletet, amiért téged fölküldtek. Amiért fölküldtek, ugye? Úgy van. Tehát nem kirándulni voltál fönt? Hát nem. Nem. Azért kérdezem, és fogunk beszélgetni magáról az űrrepülésről, mert hiszen amikor te fönt voltál, ugye már említettem, hogy az nem ma volt, akkor a újpesti televízió nézők nagy része még nem is élt. Tehát még nem élt. Tehát, aki élt, az meg lehet, hogy nem az is meg már, szóval nem, igen. Szóval azért lesznek olyan kérdések, amit lehet, hogy már ezerszer feltettek neked, de én azt gondolom, hogy ezek olyan érdekes dolgok, hogyha 234 ezerszer fölteszik, akkor is mindenki tátott szájjal fogja hallgatni a válaszokat. Mondtad, hogy te jól bírtad ugye már gyerekkorodban is, a gimnáziumban is, meg a repülésnél is, meg a vadászrepülésnél is, sportoltál, tudom, hogy focisztál, jól focisztál, ma is teniszezel, azt is tudom. Tehát megvolt az alapod arra, hogy jó kondiba legyél. Na de egy átlag halandónak, egy átlag sportolónak, amilyen mondjuk én voltam, hát lehetek én akármilyen jó kondícióban, hát elvisznek a Csillagvárosba, ott elkezdik a kiképzés, és aztán másnap megnyom a gombot a viszontlátásra. Igen, de én azt hiszem, hogy kicsit előrébb kell kezdeni ezeket a dolgokat, mert számtalan szó megkérdezik. Eleve a pilótákat, ha tetszik, hanem kiválogatják. Na most kiválogatják, és orvosi szempontból is alkalmasságot csak az kaphat, aki többé-kevésbé. Mondjuk ez a nem a vadászrepülő csapatához tartozó pilótákról szólt történet. Mert nyilván más egy malév, ami már sajnos nincsen, egy malév pilótánál a kiválogatás lehetősége, és a feltétele is más egy vadászpilótánál. Mindenhol a világon a vadászpilótákat, hát mivel nem egy egyszerű műfaj, csak ugyan kiválogatják. És merem állítani, hogy nagyon sok olyan sportoló, aki nagyon komolyan éveken, évtizedeken keresztül hát összeszedte magát és felszívta magát,
Nem biztos. És 3-4 havonta ellenőrzik, ugye mindig, és mégsem. Tehát a vadászpilótáskodás az az, hogy egyedül vagy egy gépben, és nincs ilyen, hogy rosszul érzed magad. Tehát egy kicsit bonyolultabb. Most ami még érdekes, hogy a űrhajósokat meg a vadászpilóták közül válogatják. Tehát a sok-sok válogatásnak a végén kerülsz a csillagvárosba, és ott már ilyenről szó nem lehet, hogy nem tudom én, valami nem tetszik. Van egy történetem, mert bár te vagy a főszereplő, én csak próbálok butaságokat kérdezni. De annak idején mi jártunk a magyar asztali tenisz válogatottan Moszkvában. Metropolszállóban laktunk, vagy nem tudom hol laktunk, és egy este bejött 3-4-5 ember, akinek a magyar szó ugye megütötte a fülüket, meg úgy vice versa. Na, az kiderült, hogy ők mérnökök, vagy akármi csillagvárosban, és kérdeztük, hogy mit keresnek itt, mint csillag. Hát most miért nem és mondták, hogy hát készítik elő a magyarok a csőpi több, már lassan megjönnek, vagy már itt vannak, erre most nincs jelentősége. Megpróbáltuk kiszedni belőlük, hogy na, kik azok. Hát nagyon sok vodkát megpróbáltunk megitatni velük, meg pezsgőt, meg minden, és nem árulták el. Mondták, hogy most már van 2. De hányat választottak ki előtte, Berci? Csak 2-töket? Nem. A Bélával, a magyari Bélával? Hát a végén csak 2 maradtunk. De maradtunk. Honnan volt a merítés? Hányatokat? 3 vadászrepülőezred volt akkor Magyarországon. Pápa, Taszár és Kecskemét. Hát ez ma már nem titok. És hát volt egy lista, és a listán szereplők közül lehetett önkéntesen jelentkezni azoknak, akik a listán rajta voltak. Hát nyilván a nagyon fiatalokat nem, a nagyon életkori megkötések is voltak nyilván a szakmai és egyéb előmenetellel kapcsolatban nagyon sok-sok hát feltételnek kellett megfelelni. És akkor én is rajta voltam a listán, mi 95-en kezdtünk. Hát abban az időben szerintem vadászpilóták nem csak a 3000-nél, hanem akik fönt voltak ilyen-olyan más parancsnoki beosztásokban. Hát talán lehettünk olyan 240-260-an. Most hát ebből 95 jelentkezett. És a 95 Kecskeméten, a 95-ből aztán maradtunk 27-en, a 27-ből maradtunk 7-en, 7-ből maradtunk 4-en, 4-ből maradtunk. Akkor itt szépen volt hát szűkítés. Igen, és akkor a végén. És a csillagvárosban effektíve 2-en mentetek? 2-en, a magyari Béla is. Csak a Béla is, te. Igen. Ha már a Béláról beszélünk, ugye azt pontosan tudja mindenki, hogy az utolsó másodpercben, utolsó 10 percben, órába, 2 napba teljesen mindegy dölt el, hogy melyitek meg föl. Ugye hát ez így valami ilyesfajtát mondanak, tehát nem volt eldöntve ez hónapokkal ezelőtt. Ez így nem igaz. Ez így nem igaz? Ez akkor hogy igaz? Hát a következő szóval a történet. Úgy volt, hogy 79-ben repülünk. 79-ben először a Interkozmosz második program keretén belül repült a szovjet-bolgár csapat, 79 áprilisában, és utána repült volna a szovjet-magyar csapat. És hát 77-ben, 78 januárjában kiválasztottak 2-nket, magyar Béla és engem, és márciusban megérkeztünk a csillagvárosba. És 78 decemberében közölték azoknak a neveit, akik a világűrbe kerülnek. Tehát bolgár részről Rukavisnyikov és a Ivanov, és 78 decemberében közölték, hogy Kubászov Farkas repül. Tehát akkor ezt így bemondták? Nem bemondták. Nem, nektek bemondták. Nektek, érte? Így gondolom. Közölték velünk, hogy ez van, ez lesz a jövőben. És 79-ben nem sikerült a szovjet-bolgár űrrepülés, nem kapcsolódtak össze az űrállomással, és emiatt mi még egy évet ott voltunk, ott maradtunk, mert nem engedtek bennünket repülni, és ez nagyon-nagyon jó volt. Tehát gyakorlatilag Béla másfél évvel előtte tudta, hogy nem. Ha nem ők repülnek, de ha, és ebben igazad van, vagy azoknak, akik itt tudják, igazából az utolsó pillanatban is történhetett volna bármi. Elvágod a kezed? Vagy mit tudom én? Hát nem, bármi. A kést nem engedtek, hogy bármi lehetett. Szóval bármi volna. Történhetett volna, és akkor ott a Béla ugyanúgy kiképezve, akkor ők repülnek. De azért egy érdekes dolgot el kell, hogy mondjam, sajnos már a Kubaszov nincs közöttünk. Februárban
itt hagyott bennünket, de volt egy nagyon érdekes történet Bajkonurban, ami az ő nevéhez kapcsolódik. A Szajusz 11-jel három szovjet űrhajós repült, és ő is benne volt a nem a dublőr, hanem a kiválasztott csapatban. És Bajkonurban észrevettek egy foltot a tüdején, és rögtön abban a pillanatban letiltották. Hát persze a másik két őrhajós úgymond hát nem lelkesedett, hogy na most Valeri, hát mentünk volna a világűrben, ráadásul a szkafandér nélkül, és a Szajusz 11 egy érdekes programot hajtott végre. És akkor úgymond világrekordot kellett, hogy repüljenek időtartamban. És a végén mind a három űrhajós életét veszítette, mert kihermetizálódott a kabin, akkor pedig jöttek oda sírva, ölelgették Valerit, hogy ő mentette meg az életüket. Szóval azért mondom, hogy nem megy olyan egyszerű dolog ám űrhajósnak sem lenni, meg a repülés sem egy nagy meg a, hát a repülés, az, hát, tudod, azt szokták ott mondani, hát repülő, meg űrhajó még nem maradt fönt. Szóval, ne. Bár az űrhajónál már egészen más a dolog. Azért ezt pontosítani kell megint, mert mindig elmesélem, olyan társaságban vagyok, és mondom, hogy ebben igazatok van, hogy a repülőgép nem maradt fönt, az mindig visszajött, vagy így, vagy úgy. És ott a pilótáknak azért kell harcolni, hogy minél több ideig maradhassanak fönn, hogy legalább próbálják meg azt a legoptimálisabb megoldást kitalálni, hogy épségben, egészségben visszajöjjenek. A világűr pont fordított. Ott azért kell harcolni, és kitalálni azt a módszert, hogy tudjál visszajönni, mert hogy ott meg ott maradt. Visszajönni. Úgy van, és ez nagyon nagy különbség. Óriási különbség. Nem űrhajózás, a repülés. Féltél valaha repülőn? Félsz te a repülőn egyáltalán? Van egy olyan élmény? Mert mindenki az, hogy beülök a repülőbe, bezárnak egy dobozba bennünket, és akkor több 10 tonnát, 100 tonnát fölvegy, és baromi jó, én imádom. Féltél? Most komolyan. Volt olyan, hogy féltél? Hát nem. Nem. Hát nem. Nem, mert hát akkor, amikor én életemben először elemelkedtem a Földtől Nyíregyházán a MHS klubban, hát 16 éves srác, hogy beül egy repülőgépbe 16 évesen és elemelkedik, azért az egy fantasztikus élmény volt, akkor nem a félelem érzés. Persze. És akkor utána önállóan repültél, akkor már nem ezzel kellett küzdködnem, most félsz, nem félsz, mert a félsz, akkor oda sem ennyi, akkor az, szerintem akár az autótól is lehet félni, vagy a busztól is, vagy a, nem csak a repülőtől. Aztán utána, amikor már Szolnokra kerültél, akkor már sugárhajtású repülőgépen repültél, akkor büszke voltál magadra, hogy oké, rendben van, sikerül, akkor megint a félelem. Tehát valahol lépések vannak, a félelem is helye akkor ezek szerint. Biztos, hogy van ott valahol hátul, de hát az benne abból, hogy félrerakja az ember ezeket a gondolatokat. És nem azért, hogy oda egy vadászpilóta, vadászrepülőjében, jaj, no, most mi lesz velem címmel. Nem, és az egy tökös foglalkozás hát, igazából. Állítólag, aki egyszer fönt volt, pláne ugye, ottan repkedett fönt, körözött egy hetet, pár napot, több hetet, több hónapot. Valami utóbb módon mindig azt hallom, hogy visszavágyik. Tehát visszavágyik oda. Ez egy fertőzés. De így, ugye, hogy így van ez? Tehát, hát amikor fönt vagy, és alattad a föld, és akkor csodálkozol és gyönyörködsz, hogy milyen nagyszerű mi kis bolygónk, akkor eszebőtnek a család, szüleid, gyerekeid, barátok, milyen jó lenne elmesélni nekik rögtön, hogy mi az, ami téged megfogott. Aztán, amikor meg lent vagy, akkor meg mindig, mint pilóta, egyébként is, ha fölébredek, akkor kinézek az ablakon, megnézem, milyen az időjárás. Ez, ha tetszik, ha nem, ezt már én nem is tudom levetkőzni. Sőt, mi több érdekes volt, fönt a világűrben, mert ott ketten voltunk vadászpilóták, és ketten voltak, akik mérnökök voltak, a Kubaszov és civil foglalkozású volt, és a Rjomin is. Mind a ketten fedélzeti mérnökök voltak, csak a mi esetünkben a Valeri volt az én parancsnokom, ott én voltam a fedélzeti mérnök. A Popov, vagy ő pedig vadászpilóta volt. És akkor... Akkor ti egy nyelvet beszéltetek. Egy nyelv. És egymás, én aludtam a falon, és alattam a falon aludtam a Leonid. És akkor reggel, ahogy felébredsz, tettek bennünket, vagy felébredtünk, abban a pillanatban bekapcsoltuk a
zenedobozt, és akkor kinéztünk, ahol kinézett az ablakon, illuminátunk ezt, és közölte, hogy ma repülésre alkalmas az idő. Na most 350 kilométer magasról lennézel, és minden ott zajlódik alattad. Hát ez egy fantasztikus élmény volt. Mesélj már el, jó, fölvitt a hatalmas nagy rakéta, hát már ugye a szállító űrhajó? Hogy mondják ezt? Nem, hát a rakéta. A rakéta fölvitt, dokkoltatok, és átmentetek a szálljútba. Szálljúthat. Így van. Na most, milyen a komfort? Mert ugye mondod, hogy a falon, jó, hát emeletes ágy vagy valami, falon laktatok vagy valami, szóval milyen komfort van egy ilyen állomáson vagy? Ez óriási élmény volt, mert a Soyuz típusú űrhajó három rekeszből áll, az orbitális egységből, a középső kapszulából, ahol az űrhajósok fekszenek, a start, illetve a visszatérés során, és a harmadik tér, a hajtóműtér. Az első és a harmadik a visszatérés során az elég, azzal nem tudsz mit kezdeni. A leszálló egység, amiben visszatért parancsnoki fülke vagy kabin, az a közlekedési múzeumban. Az egy az egyben milyen volt, úgyhogy én, amit ráírtam visszatérés után, hogy hál' és köszönet, ugyanaz van most ott. Az a kis gömb. Az a kis gömböcske, úgy van. Na most a másik kis gömböcske, a hermetikusan nyitható, zárható volt az orbitális egység, csak ugyanolyan kis gömböcske. Tehát ott igazából olyan nagy komfort nem nagyon volt. És az volt a hálószobánk, az volt a vécénk, az volt a konyhánk, minden az volt. Egy napot kellett így ebben a két légtérben élnünk és dolgoznunk. Ez körülbelül kevesebb, mint 10 légköbméter. Hát az, ez nem egy basszizasz. Nem egy. Igen. És amikor már összekapcsolódtunk az űrállomással, ott pedig már 100 légköbméter. Hát ott már uszkálhatsz, ott már élvezheted a súlytalanságot, az a csodálatos érzés. És akkor ott már tudtad dolgozni. És már négyen voltunk. Nem tudtunk. Igen. Dolgoztunk mi, ahogy hívjam. Értem, de hát azért nem mindegy, hogy hogyan. Hát más jellegű munka volt. Jó, hát voltatok akkor egy kis komfort nélküli teakonyhás akármibe, és átmentetek egy három szoba összkomfortba ezek. Hát egy luxusba mentünk. Ott fönt, mivel telt a 24 óra? Hogy zajlik az, hogy innen felszólnak, hogy haló-haló ébresztő, vagy most már takarodó van, vagy hogy zajlik egy 24 óra? Nem, hát ott egyértelműen a moszkvai idő számítás szerint a 24 órát beosztottuk. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és 8 óra pihenés. Na most a szórakozás és a munka az rögtön 16 óra. Hát ott nem tudsz se ide, se oda kimászni, hogy na most teniszezek, sörözök egyet, vagy pingpongolok hát egyet. Az még nem megy, de hát azért más majd lehet. Más lehet, igen. De volt mit csinálni, hál' Istennek. És akkor a 8 óra pihenésből, alvásból, hát általában elloptunk 3,5-4-et, én is, Valeri is. De a többi, a másik két barátom is, hát irkálták a leveleket a gyerekeiknek. Fölvittük az ellenőrző könyvet. Na tessék! És akkor a papa ott megnézte, a fiam miért kapott kettest, vagy miért kapott kettest. Mondd meg neki, Berci, hogy ha majd visszajök, akkor meg. De Berci, ez egy jó, hogy fölvittük. Mit lehetett fölvinni? Ugye van a ruhátok, van a szkafander, előírásszerűen blablabla, csak ez és csak ez. Stikában mit vittetek föl? Hát úgy igazából nem nagyon lehetett fölvinni. Nem nagyon, mert ott meg kellett mutatni, tudod, elég hihetetlen precízen kiszámoltak dekára, gramra mindent. A visszatérés során azért az nem egy egyszerű dolog, amikor ott a nagy semmiben mégiscsak valamilyen K-tényezővel kell rendelkezzen a visszatérő egység. És az nem mindegy. Hát én például a Valerihez képest nagyon könnyű voltam. Én 68 kiló voltam 30 évesen, hát 68 kiló az egy ilyen kis sportos alkat, gondolom én. Az annyi, nagyon jó. Igen. És nekem az ülésbetétem mögé ilyen kis alumínium kis lemezkéket raktak föl, hogy ugyanagy balansz miatt úgy van, körülbelül majdnem olyan legyek, mint Valeri szkafanderben, úgyhogy olyan túl sok mindent nem lehetett vinni. Fölvittem a lányomnak egy kis piros-fehér-zöld ruhába öltöztette babácskát. Ez 18 éves volt, amikor átadtam, ja, most már apu eddig vigyázott rá, most már te vigyázzál rá.
csak ilyen a világ, hogy csak neked, úgyhogy nagyon kérlek, hogy vigyázz rá. Vittünk föl borítékokat, vittünk föl olyan hát, tárgyakat, kicsinyített másolatokat nyilván, amit átadtunk a szovjet kormányvezetésnek, akkor hoztuk le, átadtuk Kádár Jánosnak, akkor múzeumban vittünk egy-két dolgot. Tehát annyira... Tehát meghatározott keretek között azért nagyon. Valamiket lehetett. Személyes hát, tárgyakat, most figyelj, hát fölvittem a Gyulaházi Általános Iskola fényképét. Fényképezőgép? Vagy az van azt, fönt? Nem, hát volt fönt. Az van fönt? Azt vittem tehát ilyen magam. Nagyobb tárgyat nem vittem lehet. Én egy Hasselbladot vittem. Három objektívvel. Uh-huh. De hát az a program szerint a kellett. Program szerint. Igen. Mi volt a program, ha már beszélünk, mert ez egy fontos dolog, tehát nem csak sztorizgatunk, hanem azért nagyon komoly munkát végeztél fönn, végeztetek. Hát nézd, háromféle kísérlet sorozatot hajtottam én személy szerint végre. Egy volt a nemzeti program, amit a magyar mérnökök, kutatók számomra előállítottak. Aztán volt egy nemzetközi alapkutatáshoz tartozó, amit az előttünk lévő űrhajósok elvégeztek. A csehszlovák, lengyel és NDK-s kísérleteket ismételtük meg, mert ez mind alapkutatás volt. Sajnos a bolgárok, hogy mondtam, megvacsolódtak össze, és a bolgárok arra kértek, hogy azt a spektr 15 néven elnevezett spektrométert én vigyem föl, és én dolgozzak, ha már nekik nem sikerült. Hát nagyon jó volt a kapcsolat, hát örömmel elvállaltam, hogy oké, rendben van. Kérdeztem a Valeritől, azt mondja, hát nézd, megcsináljuk. Föl is vittük. Mindent, amit kértek, megcsináltuk, azzal is hoztuk az adatokat, átadtuk a Tudományos Akadémiának. És volt egy harmadik kutatási csoport, az pedig a kimondott szovjet blokk számára, tehát a kutatók, mérnökök számára készült. És itt szerencsém volt, mert ahogy említettem, a két úgymond fedélzeti mérnök, a Kubaszov és a Ariumin, hát ők ott ebben az energia nevű cégnél dolgoztak, és hát nagyon fontos dolgokat kellett visszahoznunk, tudnillik, és én erre hihetetlen büszke vagyok, hogy azokat a méréseket, amiket mi végeztünk, vagy én is végeztem többek között, azokat visszahoztuk, mert abban az időben az űrállomás négy blokkból állt, és ez volt az űrlaboratórium közepén. És a másik két oldalán, a két végén pedig a Szajusz 36 és a Szajusz 36 űrhajó. Összesen 36 tonna tömeg volt. És nagyon-nagyon precíz felvételeket kellett készíteni, sportolás közben is, és bekapcsoltuk minden berendezést, és azt néztük, hogy milyen vibráció jelentkezik fönt az űrállomás különböző moduljait összekapcsolva. Ezeket visszahoztuk, és ami még nagyon érdekes volt, Terminátor körüli repülést hajtottunk végre. Ez mit jelent magyarul? Magyarul azt jelenti, hogy ezen a 350 km magasan te másfél óra alatt, 90 perc alatt megkerüld a Földet. Na most ebből van két véglet. Az egyik véglet, amikor 45 perc kozmikus éjszaka, tehát a Föld hátterében vagy, és a 45 perc a kozmikus nappal, amikor téged a... Látnak. Hát a napocska lát téged, igen. Igen, nem a Földről. Értem, persze, igen, értem. Igen. Tehát igen. A kozmikus nappal van. És a kozmikus éjszaka mindig csökken. És ilyen periodicitás van, hogy 57 naponként van kettő olyan nap, amikor nincs kozmikus éjszaka. Tehát te állandóan kint kerengsz, és ez azt jelenti, hogy nagyon fölmelegszik az űrállomás belső légteres. Be kellett mind a két hát, hűtőkontúrt kapcsolni, tehát így is nagyon meleg volt. És ekkor mértük azokat az elváltó deformációkat, a sportolás közben, hogy utána ezeket a valós adatokat visszahoztuk, és ebből tudták kialakítani a végén a Mir űrállomást, illetve a mostani ISS-t, mert abban az időben csak hossztengely szerint lehetett összekapcsolódni, most pedig már radiálisan, és már annyiféle blokkból áll a mostani ISS, ami annak idején elképzelhetetlen lett volna. Ez és ez egy nagyon érdekes és egy nagyon fontos kísérlet volt. De nem minden űrhajós kapta azt, hogy Terminátor körülrepülés. Tehát én nekem egyik szempontból... Ez is benne volt, ez is pont benne. Az időszakban belefutott. Pont, úgy van. Mert ahogy említettem, 57 igen. Naponként ez változik, és én pont ezt kaptam. Hamar elrepült az a 7 nap? Hát nagyon.
nagyon, nem, nagyon, 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 nagyon. Valahogy ott nem is azzal foglalkozol, hogy sok mindent kellett csináljunk, és amikor a kísérleteket, nem tudom, egy nap megcsináltuk, és akkor jött az a pihenési akár. Maradtál volna fent? Még egy kicsit? Egy olyan két hónapot biztos. Egy két hónapot? Igen. Igen. Uh-huh. Azt mondta Valeri is, hogy két-három hónap, de a többiek is, akik 185 napot voltak fönn, több mint 200-at, ők is azt mondták, a legeffektívebb az űrösök számára a két-három hónap. Mert azt úgy könnyű elviselni, és akkor, amikor már 200 napot vagy fönn, akkor már úgy jönnek olyan időszakok, na most már elég ebből. Most már ebből elég volt. Ebből elég. De hát aztán úgysem tud semmit csinálni. Egyetlen kérdés onnan, hogy ottanban, abban a gyönyörűségben, ahol voltatok, azon az űrállomáson, milyen effektíve, milyen biztonsági berendezések vannak, hát gondolok itt a, ugye, a hermetikus zárásra, akármi, de kézzelfogható biztonsági. Hát nagyon nagy. Majdnem fegyvert mondtam például. Van fönt fegyver? Hát, vagy valami? Van fönt, hát mindenkinek igen? Van egy pisztolya. De az igazából nem azért, hogy ott, mit tudom én, kezdjünk előrögözni. Kaubolyt játszottok? Űrkaubolyok például. Igen, igen. Na jó, az miért kell? Csak úgy kérdezem. Azért, hogyha ne talán olyan helyre érsz vissza, ahol nem várnak téged, igen. Mint a Szibéria, vagy Brazília, igen, vagy nem tudom én, valahol, hát nem a tenger. Tehát valami védelem legyen. Hát igen, igen, azért jó, hogyha egy, tudom én, valami meg tudsz lőni magadnak, meg tudod sütni magadnak, erre föl is készen, hogy ne? Azt muszáj. De fönt az űrállomás belsejében pedig hát számtalan olyan berendezés van, amelyek egymástól függetlenül mérik a különböző dolgokat, például levegőhőmérsékletet, mérik a páratartalmat, mérik, és hát minden olyan dolgot, ami ne talántán a problémát jelenten. Abban a pillanatban abban a jelzés, hogy nem. Kikapcsolt, bekapcsolt, szirénázik, ajajajaj, hogy nem. Igen. Egy picit ugorjunk, mert hát körülbelül 2-3 órát tudnék beszélgetni veled, vagy 2-3 napot is. A Hold van legközelebb hozzánk, ugye? Picit ugrunk, nagyjából a Hold van, oda már ember rá is tette a lábát, ugye vannak fanyalgók, és hát nem volt igaz, meg akármi. Én azt gondolom, hogy higgyük el, hogy ők ott voltak, az amerikaiak ott voltak. Így, én azt gondolom, higgyük hogy... el, mert most Kínában is hát beszélgetünk. Higgyük el ezt. Aldrin ott volt, és ő ott volt a Holdon sétált. Igen, azért mondom, hogy higgyük el, ez ott volt. Miért állt le ez a Hold program? Tehát miért? Én azt gondoltam, hogy oda most egyszer az ember beteszi a lábát, mert ugye betette a lábát, majdnem azt mondtam, hogy földet ér. Tehát Holdra lépett, és leállt a program. Miért állt le az a program? Hát igazából itt érdekes, nagyon sokszor megkérdezték ezt tőlem. A szovjetek ugyanúgy akartak emberek. Kubászov is benne volt a csapatban, akik a Holdra készültek. De Amerikát megelőzték őket, utána azt mondták, hogy levesszük erről. Ennyi múlott? Hogy... Ennyi múlott, igen. De ők megcsinálták ember űrhajósok nélkül, lunaholdokkal. Igen. És ugyanúgy visszahoztak holdközetet, mindent, és akkor azt ugyanúgy elemezgették. Az amerikaiak pedig úgy döntöttek, mert nagyon sok szovjet siker született a 60-as évek elején. Az első űrsét a Leonov, az első hölgy, az első összekapcsolódás, tehát minden, az első emberről nem is beszélve. És valahol ez sokkolt az amerikaiakat, és mondták, hogy na most aztán Kennedy is azt mondta, hogy az első ember, aki a Hold felszínére fog lépni, az nem lehet más, csak amerikai. Ezt ők meg is csinálták. Hál' Istennek semmi probléma nem volt, sőt, még az Apollo 13 is visszajött, úgyhogy nem tragédián fejeződött be. És akkor az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ráállnak egy nagyon érdekes programra, az űrrepülőgép tervezésére és repültetésére. Ez egy óriási dolog volt, hisz többször felhasználható, csak sajnos két tragédia volt, és 14 űrhajós életét veszítette. Azért az nagyon visszavetette őket, igen, ez kegyetlen dolog volt. Tehát az a szovjetek 4 űrhajóst veszítettek, említettem, amikor Bajkonurban előjött a Valeri féle dolog, és előtte a Komarova Szajuz 1-jel, sajnos ő is életét veszítette. És a szovjeteknél az volt a filozófia, hogy kell űrállomás, amelyik állandóan a Föld körül repül, kering, és ennek a fedélzetén űrhajósok állandóan dolgoznak.
nyilván vártott személyzetekkel. Ezt ők végig is csinálták, hát annyira végig csinálták, hogy utána az amerikai űrrepülőgépes program befejeződött, és most csak velük lehet. A tehát most hozzájuk mennek. Csak ha mennek, akkor oda mennek. Csak a Soyuz típusú hajóval, azzal a Soyuzzal, amivel annak idején mi is repültünk. Hát egy biztonságos rakétarendszer sikerült nekik kialakítani, és hát a Soyuz is megállt a helyét. A kínaiak pedig még csak a saját űrhajósokat viszik, tehát most mindenki ott áll sorba, hogy lehet az oroszokkal együtt repülni. Jó. De oroszokkal, visszatérve arra igen. a kérdésre, hogy miért, nem volt a Hold annyira fontos. Már annyira. Mars, most, akkor viszont Mars. A Mars. Na most a Mars körül repülés során, ha valamilyen más hajtóművet nem tudnak kitalálni és kikísérletezni, mert igazából most minden a hajtóművön múlik, akkor a mostani lehetőségek azt próbálják bemutatni, mármint a kutatók, hogy majdnem 2 év kell oda-vissza. 2 év azért az nagyon hosszú. De ha olyan hajtóművek lennének, aminek, mit tudom én, 5-10 nap alatt is oda lehetne érni a Marsra, ott dolgozni és visszajönni, tudom én, fél éven belül, az egy fantasztikus hát eredmény lenne. Egyelőre ezt még nem tudják megoldani. Amikor? Igen. És csak visszatérve, elképzelhető, hogy a Hold újból platformként fog megjelenni. A Mars körülrepülés, Marson történő leszállás. Dobbantó? Úgy van, pontosan, mert ott, ha sikerül kialakítani valamit, akkor az egy előny lesz mindenféle szempontból. De vannak olyan elképzelések, hogy nem, hanem a Föld körül állandó, keringő űrállomások lesznek a platformok, és akkor onnan fognak a Mars felé indulni. Hát azért van egy-két amerikai elképzelés, és nem is titkolják, ezt a OneWTK-t szeretnék, hát azért nagy kihívás azért, nem? Hogy hát, köszönöm szépen, csak ezen, odafelé. Hát, ezen én mosolygok. Szóval az... Aki ezt képes lenne megtenni. Úgy próbáltam átgondolni az egészet. Ha nagyon fiatal és valami dicső dolgot, akkor valószínűleg nem engedik oda, még túl fiatal, semmilyen előképzettség. Ha pedig már idős, akkor meg az egészsége miatt nem fogják engedni. A 40-45 éves férfinő meg szerintem nem gondolkodhat azon. Abba, hogy ennyi volt. Hát igen, azért ez egy túl szerinted mikor számára. Lesz az? Megérjük mi vagy a gyerekeink, hogy bevesszük a Marsot? Hát én két dolgot szeretnék még az életben valahogy. Ezt nagyon-nagyon meg is köszönném és meg is ünnepelném, hogy a második magyar űrhajóst segítsem felkészítésben, akár férfit, akár nőt. Ez lenne az egyik legfontosabb, mert mindig megkérdezik, mi lenne az elképzelésem jövőt életen. És hát természetesen miután a Mars annyira előtérbe kerül, most bárhol vagyunk, és bárkikkel beszélgetünk, mindenki ezt mondja, a Marsra az eljutás és visszatérés után kocintani egyet az egészségükre. Ez egy fantasztikus dolog. Akkor még ezt mi megérjük, jól van. Szeretem, ha már a Mars és a repülésről beszéltünk, azért meg kell kérdezem, hogy így, hogy is van, kioktattál nyugállományú, ugye? Nyugállományú, az így jó? Most már megzavartál a végén. Én úgy tudom, hogy nyugállományú. Így van, dandártábornokként. Nem, mert én azt írtam fel, hogy nyugalmazott, és akkor azt mondtad, hogy a fegyveres testületnél nincs nyugalmazott, csak nyugállományban lévő. Így rövidítik, NA. Nyugállomány. Így van, szóval... Dandár tábornokként ugye tudjuk azt, hogy repülsz, jössz, mész, dolgozol, de úgy Isten igazából, te repülhetsz még? Tehát, hogy beülsz egy gépbe és repülhetsz még? Amikor visszajöttünk a világűrből, akkor azt mondták, hogy nemzeti érték vagyok. Aztán jött a rendszerváltás, akkor már nem voltam nemzeti érték. Akkor már megengedték, hogy repülhessek. A szuperszonikus gépeken nem. Nem. De én annak hihetetlen örültem, hogy viszont lehetőséget kaptam, hogy újból repülhessek. Hát én örültem nagyon-nagyon. Ma gyakorlatilag bárhova megyek, ahol van repülőtér, akkor a barátaim mindig menjünk, repüljünk, és hát nyilván én hivatalosan nem repülök. De azért beülök a gépbe, aztán... Véletlenül te vezeted egy kicsit.
Hát, ha ideadják, ha ide... talán nem. Szóval magyarul repülhetsz még. Egészségi állapotod. Hát, minden megvan hozzá. Megvan minden. Azt mondtad az előbb, hogy két dolog van, ami a vágyad. Én úgy búcsúznék tőled, hogy persze nekem is van egy vágyam. A te kettőd mellé, a Gergely Gábornak is van egy vágya. Mond. Repüljünk egyszer együtt. Mikor akarod? Szabadon foglak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Remélem, hogy csak találkozunk még. Egy dolgot kell eldönteni, csak bocsáss, melyik egy gondot döntsön. Én vezetek előtt... természetesen. Az autóban. Előtte fogunk pingpongozni, vagy utána fogunk pingpongozni. Mindenképpen előtte kérem, mert... Na, legyél optimista. Nem. Akkor rendben van, előtte is, és utána is. Ahogy van. Ez Berci, nagyon szépen köszönöm, remélem találkozunk még itt a stúdióban is. Nagyon vigyázz magadra, és behajtom rajtad a repülést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és minden jót kívánok nektek, és a kerület minden egyes tévénézőjének, lakosának.